A teltházas bravúros pontszerzés után sincs megállás, csapatunk hét nap alatt három mérkőzést játszik. A Ferencváros és a Nyíregyház elleni bajnoki derbi között ugyanis a kupában is hely kell állni az etónak. Kemény meccsre számítunk, más lesz persze a pálya is, nem lesz könnyű az ellenfél, de igyekszünk a legjobbat hozni. Természetesen mindig van egy kis veszély a kupameccseken, mindegy, hogy hányad csapat ellen megyünk. Szerintem jól felkészültünk, tudjuk, mit kell csinálnunk, úgyhogy nem lesz probléma, mondja Matija Krivokapics. A Mosomagyarovár ellen mutatkozott be tavasszal az Eto kispadján borbélybalázs, Balázs. Az a meccs igazi gáló előadás lett, öt gólos győzelmet láthatott a közönség. Csapatunk most így győzni szeretne, hiszen a cél természetesen a továbbjutás. Szeretnénk mindenféleképpen tovább jutni. Az biztos, hogy nagyon jól összerakott, nagyon motivált csapattal fogunk találkozni. Ugye megtörtént a, az elemzés, kielemeztük őket, hogy maximális koncentrációra lesz szükség. Ez nagyon fontos, hogy mindjárt az első helyzetekből sikerüljön betalálnunk, és akkor kicsit letörhetjük a lelkesedésüket. A sűrű program miatt a keret minden játékosára nagy szükség lehet a következő napokban is. Nehéz lesz a következő néhány mérkőzés. Egy picit elfáradtunk, de jó úton vagyunk a regenerálódásban. Nagyon jó itt az atmoszféra, szeretek otthon játszani. A szurkolók nagyon jó hangulatot tudnak teremteni. Miután az idegenbeli meccsünk is itt lesz a közelben, remélem ott is találkozunk majd a szurkolóinkkal, mondja Daniel Stefúj. A Magyar Kupa negyedik fordulójában egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Az MT elleni megyei derbén, aki nem tud a helyszínen szurkolni, az megnézheti élőben a meccset klubunk YouTube csatornáján.